ifjúsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Jobb Széchenyi István a legnagyobb magyar idézett gondolatával köszöntöm. Elnökséget, köszöntöm Kelemen Kunor elnök urat, köszöntöm az államtitkár urat, valamennyi kedves vendégünket, Isten hozza valamennyinket. Első alkalommal kerül megrendezésre az Érték és Minőség nagydíj, természetesen nem előzmény nélkül, hiszen a magyar termék nagydíj éveken, azt is mondhatnám nyugodtan, évtizedeken átívelően megpróbálta biztosítani, garantálni azt a fáradozást, amely a technológiában, a fejlesztésben, egy termék előállításában, vagy egy szolgáltatás megteremtésében az innováció által előírt feltételeket biztosított, és emellett garanciát nyújtott arra is, hogy ez a termék minőség szempontjából is megfeleljen. Most a mai beszédem indító gondolata, ahogy egykoron ma is utat mutat az ország a nemzetügye iránt, elkötelezettek számára. Jól szervezett és vezetett Magyarország nélkül nincsenek dinamikusan fejlődő vállalkozások, de azt is tudni kell, hogy sikeres vállalkozások nélkül a nemzet gyarapodása és boldogságban is elképzelhetetlen. Széchenyi stádiuma összefoglaló munkájában pár oldalon később azzal folytatja a korábbi gondolatot, hogy etéren csak eszünk, kombináció és fáradozásunk révén érhetünk el eredményeket, s hiába szűkölködünk számtalan erőforrásban, valójában a kiművelt emberkő, az általuk létrehozott gazdasági és kulturális teljesítmények jelentik a nemzet nagyságának a fundamentumát. Ez már lassan 200 éve megfogalmazott, de nagyon is a mának szóló, igazságot forgó mondat. Kötelességünk és jól felfogott érdekünk, hogy kihasználjuk azt a szőkeállományt, amelyre több mint egy tucat Nobel-díjasunk élete és munkája kötelez bennünket, mert csak és kizárólag a nagy hozzáadott értékű, szellemi újdonságot tartalmazó termékek, eljárások és szolgáltatások révén van reményünk arra, hogy hazánk erős országgá, a magyarság erős nemzeté, meghatározó gazdasági központtá válhasson. Mindezekre tekintettel ma az állam egyik elsőrendű feladata, hogy patrióta gazdaságpolitika keretében támogassa azokat a hazai vállalkozások, amelyek technológiájában az innovációs kényszer minőségpolitikával párosul, és ahol azt lehet mondani, hogy a fejlesztés, a minőség kéz a kézben jár, vagyis azoknak a cégeket, akik értéket és minőséget állítanak elő. Kedves vendégeim, Széchenyi István idézett gondolatának másik, legalább ilyen fontos üzenete a nemzetté válás. 2010 óta olyan törvényeket sikerült elfogadnunk itt az országgyűlésben, amely a magyarságot fizikailag elválasztó határok felett közjogi értelemben egyesítette nemzetünket. A keretek tehát adottak, de azok kitöltése valamennyiünk számára rendkívül fontos és elodázhatatlan feladat. Hiszen hogy az érték és minőség nagydíjban részesülő vállalkozások közül nem egy, a következő évtizedben képes lesz világsikereket elérni, és olyan maradandó alkotást létrehozni, melyen például a golyósporthoz hasonlóan a magyarság kreativitásának szimbólumaként jelennek meg, vagy válnak éppen identitásunk részévé. Önök, akik ma elismerésben részesülnek, már létrehoztak valamit, amivel a mi életünk egyszerűbbé, könnyebbé, biztonságosabbá, vagy éppen egészségesebbé válhat. A termékük vagy a szolgáltatásuk kiállta a nagydíj szigorú szűrőjét, próbálja, de a végső döntés természetesen a piacról kell megadni.
A hazai piac az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően kezd átalakulni. A fogyasztók továbbra is elsősorban árérzékenyek, ugyanakkor egyre nagyobb azoknak a száma, akik tudatosan keresik a kereskedelmi polcokon a magyar termékeket. Ez a szemléletmódváltás különösen az élelmiszerek tekintetében is területén érhető tetten, éppen egy olyan szakmában, vagy egy olyan szektorban, ahol a védjegyek szerepe más szempont szerint is különösen fontos, hiszen a rengeteg tömegtermék jelenléte miatt amúgy is igen nagy a megkülönböztetési igénye. Az érték és minőség nagy védjegye éppen a két sarokpontra összpontosítva kíván segítséget nyújtani a vásárlóknak. Egyfelől a hagyományos földrajzi eredet megjelölés határai kivővítve már nem országban, nem régióban, hanem nemzetben gondolkodva határozza meg a termék előállításának, származásának helyét, másfelől szigorú minőségbiztosítási politikájának megfelelően segít megkülönböztetni a valóban minőségi terméket tucatárútól, ezzel is csökkentve a fogyasztással kapcsolatos kockázatokat. Bízom benne, hogy az érték és minőség nagydíj következő években beváltja a hozzáfűzött reményeket, és nem csak valódi iránytűként segíti majd a vásárlói döntéseket, hanem a patrióta gazdasági szemlélet erősítésével képes lesz előmozdítani nemzetünk felemelkedését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A díjakhoz, az elismeréseket őszintén és tiszta szívből gratulálok. Remélem, hogy a magyar gazdaság felfelőívelő pályáját és a V4-es együttműködés bővülő dimenzióját kihasználva képesek lesznek kialakítani azokat az értékesítési csatornákat, amelyek garantálják vállalkozásuk további bővülését és biztosítják a jövőben a kutatások fejlesztésre szükséges elsősorban szellemi erőt, de megfelelő anyagi fedezetet. Munkájuk során arra kérem őket, sohasem feledkezzenek meg a Kárpát-medence magyar lakta, vidékei lakta különleges lehetőségekről, mert ott nem csak siker, hanem annál sokkal, de sokkal többet is elérhetünk. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm valamennyiüket, Kövér László házelnök úr nevében is. Isten hozott mindenki.